Igaz, Falva Románia egyik legfiatalabb települése, melyet 1893-ban a főleg Vésztőről, Köröstarcsáról, Békésről, Gyomáról és Makóról érkező magyar telepesek hoztak létre, akik itt kezdték építeni jövőjüket. Vasárnaponként rendszeresen jártak istentiszteletre, melyet az imaházban és az iskola egyik tantermében tartottak. Így egyre sürgetőbbé vált egy templom építése. 1903. december 6-án ünnepélyes keretek között avatták fel a református templomot, amit Darányi Ignác földművelésügyi miniszter megbízására és szorgalmazására Alpár Ignác tervezett. A felavatás óta eltelt 112 év alatt olyan csodálatos dolgok történtek a templom falai között, hogy minden egyes lakosnak van érzelmi kötődése, kellemes emléke, élménye az építményhez. Viszont most segítséget kér az Igazfalvi Egyházközség, mivel a külső homlokzati tető alatti faszerkezeten az öregedés és az időjárás hatásának következményei már a veszélyessé tették az épület ezen részét. A magyar gyülekezetek szokásos gondjai a templom leromlása, a gyülekezetek csökkenése. A pénzhiány az Igazfalvi Református Egyházközséget sem kerüli el. A felújítás szükségességével az egész gyülekezet egyetért, ám ennek költségei messze meghaladják az egyházközség erejét. Ezért kérünk mindenkit határon innen és határon túl, hogy az Alpár Ignác által tervezett templomnak és értékeinek a megmentéséhez önkéntes adományaikkal támogassák a templom felújítását. Alpár Ignác az Igazfalvi Református templom esetében is a historizáló ekteklika forma készletéből a neogótikus elemeket és megoldásokat részesítette előnyben, amelynek fényében az Igazfalvi Református templom nem csak a Bega völgy egyik dísze, hanem a külső és belső rendje, egyházi élete, a mindenre kiterjedő figyelme és pontossága más gyülekezeteknek is követendő például szolgálhat. A lelkész itt nem csak papja, hanem tanítója, mestere, pásztora, orvosa népének, híveinek a lelkeinek kívül testi és szellemi vezére, aki most arra kéri önöket, hogy segítség az Igazfalvi Református templom felújítását.